Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián vagyok, és elérkeztünk egy újabb videóhoz, amelynek az elején beszélni szeretnék nektek egy kicsit a csatorna jövőjéről és terveiről. Ugye említettem nektek, hogy szeretnék elindítani egy Euro 2024-es Watch Party sorozatot, így a nappaliból streamelve közösen nézhetnénk együtt az EB mérkőzéseit a Twitch csatornámon. Ennek kapcsán csatlakozott a csatorna partnerei közé a Vegas.hu, amely egy új, ingyenes játékot indított, Tippelj rosszul néven, ahol most akár 100 millió forintot is nyerhettek. Na de hogy mit is kell ehhez csinálni? A leírásban található linken keresztül kell regisztrálni a Vegas.hu oldalán, rákattintani a Tippelj rosszul nevű játékra és szurkolni, csak most azért, hogy rosszul tippelj. A játék teljesen ingyenes, tehát tét nélkül tudtok melegíteni az EB-re, és most annak is lehetősége van nyerni, aki soha életében nem sportfogadott, hiszen nem igényel sportszakmai felkészültséget, de nagyon fontos, a játékban kizárólag 18 év felettiek játszhatnak. Minden fontosabb információt megtaláltok a leírásban, és jó szórakozást kívánok mindenkinek a videóhoz! Négy, egy, kettő, egy, kettő, négy, kettő, három, egy, öt, kettő, kettő, egy, négy, kettő, három, egy, három, öt, kettő, hát. Megpróbáljuk ezt a négy, kettő, három, egyet. Torres. Én Maldinit fogom amúgy kiszedni, bár annyira nem extra, de még mindig jobb, mint hogyha előre választanánk szerintem. Az viszont jó lesz, Henri Papa. A bedippelé Modric, hát mondjuk bedobhatta volna a Totit is ennyi erővel, vagy bocsánat a Toccot, hát nem igazán dobálja a Tocc lapokat, ahogy látom, szedjük ki Bellingemet, Oberdorf, hát az amúgy nem lehet rossz egynek, csak kérdés, hogy tudunk-e valahogy chemistryt varázsolni neki, ez a Tere sem annyira vészes. Kárcsaui, vagy Mendy. Mendy jó lehet amúgy. Következő. Hát Van der Sarnak szerintem ez alapja sem lehet túl extra, úgyhogy Kobelt kivesszük. Bár nem tudjuk használni, de mindegy, marad ugyanaz a játékos, aki eddig. Egyik se extra sajnos. Roberto Carlos, na az mondjuk jó lehetne. Csak hát Mendyt kellene ahhoz kiszednünk, hogy tudjuk használni. Hát ez nem túl jó, viszont így nem lát annyira vészes, vagy esetleg így. Meglátjuk. Mané, Mikel Merino. Mikel Merinót, hát nem tudom, inkább akkor beraknám a Manét, hogy őszinte legyek, bár nem tudom, hogy az Henri mit játszik, elvét. Hajjaj, bajban vagyunk. Mbappé, vagy pedig Puskás. Az az igazság, hogy Mbappét szerintem nem hagyhatjuk ki, főleg úgy, hát hogy őt sem tudjuk használni. Se a Puskás, se az Mbappét nem tudjuk full kemény használni, mert az Henri nem játszik izét, hát ez így nagyon húgy. Hú, akker. Drogba, az viszont elég vadállat. De Zidane is jó lehet szamban. Hát Zidane-t veszem ki. Inkább. Aztán, hogy Henri vagy Mbappé, nem tudom, én Mbappé-ra szavazom jelenleg. Ide jó lehet egy Rivaldo. Hulit. Az mondjuk jó lehet. És játszik Camot is. Hát akár így meg lehet nézni. Azt mondja, hogy még egy Messi, utolsó playerünk, hát a David Costa, annyira nem extra mondjuk. Na jó, nézzük a menedzsert, ha menedzserből dobna be egy olyat, aki ad kemit, akkor valószínűleg meg lehetne a 33-as, de hát csak olyat dobott be, aki senkinek nem ad chemistryt, az baj. Nem tudom amúgy, még egyelőre nem döntöttem el, hogy szerintem jobb be a Henri, mint mondjuk a Mbappé. Szerintem az a baj, hogy Mbappétől jobb nem igazán van az idei játékban. Hát meglátjuk, ingén max behozzuk az Henrit, hogyha nagyon kritikus lenne az Mbappé. Na, meg is van az első ellenfelünk ebben a draftban, jó lenne azért minimum
egy 3 darab győzelmet elcsípni. Rosario FC, valószínűsítem, hogy ez egy új akkuntos srác lesz. Reméljük, hogy nem valami kis akkos. Ronaldo, Messi, Totti, hát ez kemény. Ez megint elég komoly csapat. Mindegy, megpróbáljuk megverni természetesen. Meglátjuk, mit tudunk vele alkotni. Mbappé, gyönyörű labdátvétel volt. Mbappé! Kimarad. Az nagy labda. Mbappé! Azt is kihagyom. Hát inkább hoztam volna be az Henryt, most már azt mondom. 2-ből 2 zicsert kihagyok. És neki be fog menni egyből egy. Ahogyan az várható, srácok. Nem hiszem el, hogy 200%-os zicsert ki lehet hagyni megint a meccs elején, és megint azonnal gólt kapok belőle. És az is kimarad. Rosszul döntöttünk? Lehet. Hát ezt én nem. Jó. Jó, hát ezt... ezt én nem fogom elhinni, ami itt folyik. Gól! Végre! Gól. Így van, Henry. Gyönyörű, szép. Ahogy kell. Meg fogjuk verni ezt a srácot. Ez mit csinált? Szép volt, fiam. Atya úristen, gyerekek. Mit látnak szemeim? De miért fejelt el a labdát a Luis? Azt megkérdezném. Henry. De jó lett volna, ha bemegy. Az gól. Így van. Gyönyörű, szép Zidane. Hát én ekkora gól, gyerekek, az életemben nem láttam. Az komoly. Az gyönyörű, szép volt. Megadjuk a gyereknek. Gól. Nem! Fölé bököm! Hát hogy? Gól. Azaz, Henry, te is bepöckölöd a magadét. Nagyon szép. Na, megvan az első vinünk. Végre. Hát azt hittem, hogy soha nem fog előjönni ez a pillanat újra. Volt egy pár lúzunk, de hát ez sajnos benne van. Mbappé 1-0. Így is van. Nagyon szép. Ez bemondásra be kellett rúgnod, öreg. Hullit 2-0. Nagyszerű. Szép. Ez gyönyörűen csinálta a srác. Mbappé, gyönyörű. Fúj, de kellett az a borrolott, gyerekek. Kapussal szembe. Lepassz és a Mbappé. Következő. Meg is vagyunk. Gyönyörű, szép. Következő meccsnek is meg kell lennie. Ugyanígy. Az nagy. És az 1-0. Gyönyörű, szép, Henry. Nagyon szép. Azt hittem les volt amúgy egy pillanatra. Annyira szánalmas gólokat kapunk. Gól. Így van, Henry. Gyönyörű, szép. Gól! Ott van! Henry, lép ki, légy szíves! De hogy fog kilépni? Hát ez csak taktikát változ, csumi. Nem jön a kapus. Gól, Henry! Gyönyörű gól! Grimaldo.
Nem hiszem el. Hányszor dönthettük volna el ezt a meccset, de tényleg. Ott van. Thierry Henry! Thierry Henry! Óriási mémben. Gigi. Let's go. Hát ez biztos, hogy nem 2023 november óta játszik, azt tuti. 3 win. Megyünk a döntőre, srácok. Gól. Így van! Hol itt? Beba! Gyönyörű gól! És ki is lép? Ott van! Megnyertük a döntőt, gyerekek. Ismét 4-4. 2 darab lúz után. Megint 4-4. Gyönyörű. Ez az. Nagyszerű. Nézzük, mit kapunk 4-4-ért. 2 megapack premium gold pack. Teljesen jó. Srácok, amint láthatjátok, a következő 4 darab győzelemért kaptunk egy 84x10 pakkot, egy darab 80, egy garantált Team of the Season packet, illetve kaptunk még ugye a 10 lejátszott draftért egy 83x20-at, illetve nyertünk még egy 87x3 pakkot. Ha most sikerül a következő epizódban nyernünk egyetlen egy darab mérkőzést, akkor megvan még egy 85x4 pack, illetve egy 86x3 pack. Úgyhogy srácok, innen fogjuk folytatni, ha minden igaz, még egyetlen egy darab epizódban le tudjuk játszani ezt a Team of the Season objektíves dolgot, és akkor onnantól kezdve ismételten tudunk majd különböző kihívások alapján draft videókat csinálni. Találkozunk a következő videóban, én Krisztián voltam, ciao, szevasztok!